Sziasztok, üdvözlök mindenkit, itt vagyok most Kabán jelenleg, és majd a Nádudvari szájvonalat fogjuk bejárni, ami arrafele ágazik ki, egyébként Püspökladány fele. És mindjárt nézzünk még erre is. Ott van az éppen átépülő állomás épület, egyébként a cukorgyári rendező is a másik irányban van, ahol még elég sok vágány előfordul. Ugye már nagy rész használaton kívül. Erre fog menni, csak majd a közúton kell kikerülni az átépítést. Előtti ez munkaterület. Úgyhogy megyünk, és majd a Nádudvari szárnyvonalra ott tudok ráfordulni. Érdekez már a Nádudvari vonal, de valami átépítés, akkor ezek szerint ez itt is van, mert az előbb is itt elment egy munkagép, bár lehet, hogy csak ugye a sittet hordják. Valószínűleg ott van egy nyílt vonali rakodó, és valószínűleg addig használják most rendszeresen. Egyébként teherforgalom egész sokáig volt rajta, 2011-ben van adatom, hogy akkor még volt. Hát ugye majd a vonal történetében majd később beszélek a nyílt pályán. Gyere, próbáljunk ezen az úton átjutni. És akkor nézzétek meg ezt az útátjárót. Ez elég masszíva meg van csinálva. De ott nézzél, nagy paneles, vagy nem tudom, hogy ezt hogy hívják pontosan, de elég masszíva csinálták. Ahhoz képest, hogy ez csak egy parlang, és még eddig fel is van újítva. Aztán innen jön beszéltem az eredeti felépítmény. Egyébként ezt a Nádudvari szárnyvonalat 1904-ben adták át, ha jól emlékszem. És a 1968-as koncepcióban mondták ki le a halálosítéletet. 1970-ben a személyforgalom meg is szűnt rajta, viszont a sineket nem szedték föl, mert a teherforgalom miatt szükség volt rájuk, és egy egészen a mai napig megvan. Már valószínűleg már nincs akkor a teherforgalom, mint akkor. Szóval a Nádudvari állomás épületet elbontották, ami az utasforgalomnak volt, csak az iparvágányig hagyták meg a vonalat, tehát körülbelül egy olyan maximum 100 méterrel rövidült. De hát addig fogjuk bejárni, ameddig ugye lehet menni. Hát látjátok, hogy bekötötték a felújításkor a fővonalba is, van tengelyszámláló. Meg a sorompó is a vonat által vezérelt. És errefele jött a munkagép, így a sinen, hát nem tudom eddig. De hát majd jelkszem, mert itt valószínűleg depózzák egyébként a
az anyagot az építéshez. Ugye sódát, meg beton, meg ilyesmit. Aha, igen, most ott pakolják is ki. És előbb-utóbb akkor az a gép vissza is fog jönni. Szóval valószínűleg most kirakodnak, aztán jönnek vissza. És akkor itt volt egy rakodó, azt nézzétek, még váltók is vannak fenne, tehát ott félre tudott állni a munkagép, és akkor ott rakják ki a köveket. Hát valószínűleg ez a rakodó az korábban is itt volt, nem hiszem, hogy csak ezért építették ide. De hát legalább ezt így fel tudják használni az átépítéskor. És hát látjátok, errefelé is van több váltó is itt, több felé kiágazik. Tehát megyünk is, mert ott a munkaterület volt, ott nem álltam meg se fényképezni, se videózni, csak így intettem, hogy itt átmennék, és végül is átengedtek egy szó nélkül, tehát nem ebből probléma. Hát mert különben akkor itt a szántóföldön kellett volna a gépbe kikerülni. És itt is rögtön van itt egy iparvágány. Ja igen, ez szerintem valami TS-be vezet be, de majd mindjárt térképen azért megnézem, hogy mit látunk. Hát nézzük, itt van egy másik kiágazás. Itt valameddig elmegyek, megnézem, hogy ez hova vezet. Ez egy iparvágány lesz, és ezt nem látom, más nem használják. Kezdi a gaz is benőni. Mindegy, akkor szépen. Akkor ezt is bejárjuk valamely, ameddig csak lehet. És látjátok, közelítünk a végéhez. Valami üzembejárata lehet itt. Vagy lehet, hogy ez egy magtár volt régen. Hát, de hogy valamire tuti használják, itt van valami, de kitelepedett üzem. Hát a kerítésig elmegyek, aztán meglátjuk. Hát látjátok, eddig lehet a vágányon jönni, és egyébként az ütközőbak az még ott látszik a távolban, de ott nem úgy néz ki, mintha ezt mostanában használták volna. Szerintem régen ez valami a mezőgazdasági TS-nek lehetett az ilyen gabonatárója, vagy valami hasonló objektum lehetett itt, és eddig lehetett forgalom, ameddig üzemelt. De most már valószínűleg több kisebb cég telephelye, akik nem vasúton szállítanak. Nem ez az iparvágány tartja életbe a vonalat, ha egyáltalán életbe tartja még valami. Akkor menjünk vissza. És itt van egy másik iparvágány, ugyanebből a vonalból kiágazva. Ez viszont szintén nem egy agyon használt valami, hát látjátok, hogy nem mostanában járt itt vonat, az biztos. De ugyanarra a telephelyre vezet. Ez is, hát most nem megyek már végig, minek ugye oda megy. És akkor tovább a nyílt vonalon Nádudvar fele. Itt látjátok ezt egy egyenes szakasz, utána egy átjáró, és utána egyébként erről jöttünk, ott a kaba felé, és itt az iparvágány kiágazások is. Akkor haladjunk tovább. Szóval ebből lesz itt annyiba különlegesebb vonal a többi közlekedés politikai koncepcióba megszüntetetnél, hogy ugye csak a személyforgalom szűnt meg, a teherforgalom miatt a sineket meghagyták és nem szedték föl. Sőt, valamennyire talán modernizálták is azóta, hát ugye 48-as sinek és talfás pálya. Hát a sinkronából ítélve azért gyakran nem jár erre vonat. Sőt, valószínűleg az utóbbi pár évben nem volt. Vagy csak nagyon kevés, mert ugye, hogyha valahol néhány hónapig már nem jár vonat, akkor már elkezd rozsdásodni a sín. És itt már azért eléggé rozsdások, fényes felület már nincs rajta, tehát itt mondjuk még egy-két év alatt már biztos, hogy legalább ennyire berozsdásodik, aztán kell néhány vonat, amelyik újra kifényesíti. És egyébként itt volt az a telep, ahová két iparvágány kiágazás is volt. Valószínűleg az akkor még egy cég volt, de a kis mozgás van rajta, tehát nézzem el, csak valószínűleg ez már több kisebb cégnek a telephelye lehet. De hát itt valószínűleg tárgóraktár volt, vagy gabonaraktár, vagy ilyesmi. Fénykorában. Hát most meg ugye nyilván birtokba vette több cég is. És ők nem szállítanak vasúton. Akkor haladjunk tovább. És itt van az első átjáró. Ilyen sima András kereszt, és ráadásul van itt egy megállás helyét jelző távol, és ez... Tehát amikor még volt tehervonati kiszolgálás, akkor ezt még úgy nyomták, hogy... Mondjuk, hogy akkor itt megállt a vonat, aztán jelzővel leszállt és fedezte az átjáró.
úgyhogy hát ez az út igaz, nem egy túl forgalmas út, úgyhogy nem lesz gond átmenni. És látjátok, egy jó hosszú ilyen egy szakaszon vagyunk túl, és egyébként lesz, hát még tovább is tart, és itt van egy útátjáró, szintén ez egy egyszerű földutas, csak András keresztes is, és látjátok, még mindig egyenes, tehát itt egy, gyakorlatilag a közúttal végig párhuzamosan megy, és gyakorlatilag a nyíl egyenes, de majd lesz egy volt megállóhely, azt úgy körülbelül 1-2 kilométer után, de majd azt megmutatom nektek, hogyha sikerül betájolni, egy kicsivel arrébb lesz, de GPS koordináta megvan az alapján, meg lesz, hogy holom, bár szerintem semmi maradványát nem fogjuk találni, de megpróbáljuk. És akkor itt vagyunk egy kiágazásnál, itt van az Agrofermnek a telephelye, és itt van egy iparvágány kiágazás, szerintem eddig használhatták a legtovább iparvágány, de hát itt úgy tűnik, hogy nem igen, a váltó ki van szögelve, és hát itt úgy tűnik, hogy itt már itt sincs forgalom, sőt, hát biztos, hát ez nagyon mostásokas ide, ki postában nem járt vonat. És hát a nádudvari vágány meg ott megy tovább egyenesen. Hát haladunk. Most már körülbelül ugye a negyede az már biztos megvan, de szerintem a harmada is lassan. Úgyhogy csak előre tovább. És egy Agrofermféle iparvágány. Hát ott még a kapu is látszik, hogy hol vezet be, de hogy itt mostanában nem járt vonat, az is biztos. Hát ezt most nem fogom különbe járni, mert ide látom, hogy hova vezet. Ott van a vége. Még az ütköző bakot is lehet látni nagyjából. Mennyi, és úgyis csak addig lehet elmenni. És itt van egy fékút kezdete jelzés, a jó öreg tojás jelző. Szerintem, hogy fékút kezdete, hát igen, mert innen már közel van a kapu. És hát akkor haladunk tovább egyenesen. És ismét sikerült elhagyni az ívet, plusz egy öntöző csatorna felett is átment a vasút. És hamarosan megérkezünk a következő megállóhelyhez. Illetve összesen ketté van a vonalon. Ugye a következő az itt hamarosan, szerintem ott az egyenes szakasz végén lesz az a Bojárhollós, és lesz még egy nádudvar alsó nevű megálló. Hát valószínűleg csak a GPS koordinát alapján fogom megmondani, hogy hol volt, mert nem hiszem, hogy bármilyen nyomát fogom találni. Ugye nyilván a megálló egyek azok megszűntek, ahogy a személyforgalom megszűnt a vonalon. És hát ha volt épület, akkor azt is elbontották, hogyha nem volt, akkor a peromból már semmi nem maradt, mert benőtte a gaz. Vagy lehet, hogy fel is szedték, mert nem volt már rá szükség, hát nem lehet tudni, de hát haladok előre, most kb. A felénél tartok egyébként. Úgyhogy haladok, előbb-utóbb meg lesz. És hát nádulvalon se lesz meg az állomás épület, azt is elbontották, úgy tudom. Akkor ezt nézzétek. Nagyjából Bojárhollós megállóhelynél lehetünk. Itt van egy ilyen, és lehet, hogy itt volt valamikor a peron. Mert itt ugye út nincs. Viszont itt lehetett két oldalt a peron, vagyis hát két oldalt, nem egy oldalt lehetett peron, ahol ugye itt lehetett átmenni, vagy akár azért a közút felé. Nem tudom, viszont ott arrébb láttam egy épületet, ott lehet, hogy ott lesz. Nem tudom, hogyha lenne ott egy váltó is. Úgyhogy egy kicsit közelebb megyek és megnézem, de valahol a GPS szerint is itt kell lennie a megállónak. Na és hát korábban itt volt, hát. Én még nem tudom, hogy mekkora forgalma lehetett így szétnézve a környéken, akkor is, amikor még a vonal üzemelt, mert ugye település a közelben nincs, legalábbis. Én darabházat nem látok, kivéve itt a megállóhely melletti majót, hát esetleg itt a földekre járhattak ki vele vádon, de ugye Bojár meg Hollós nevű település itt a környéken sincsen, ami esetleg ugye amire a nevét kaphatta volna, hát ezt nem tudom, hogy mennyire volt kihasznált, vagy mennyire nem. Egyébként is egy elég rövid szárnyvonal volt, bár még fővonalhoz csatlakozott át, de szerintem inkább nádudvar adta a forgalmat. Ugye felhordott a fővonalra, ez lehetett a funkciója. Tudom, és ott van egy átjáró is, igen, ezt közelebbről megnézzük. És igen, itt vagyunk az 51-es szelvénybe is, aha, hát így már mindjárt más a lányzó fekvése, hogy arra fele lesz. Tehát szerintem ott nagyon látszik, hogy hol volt a peron. És szerintem itt lehetett a megállóhely, valószínűleg egyébként itt volt a peron. És ez volt az épülete valószínűleg, hát ez én magánlakásként úgy látszik, hogy megmaradt. Valószínűleg váróterem is volt, vagy a
vagy maga a megálló épület, lehet, hogy volt már ott, mert elég épület mellette, és ezek közül bár megmaradt. Van egy pár épület, majd közelebb még, és ugye meg is mutatom. Hát ezek közül valamelyik a megállóhely épülete volt, és akkor lehet, hogy valamelyik meg váróterem, melléképület, ilyesmi. De hogy pontosan melyik, azt nem lehet tudni. Bár szerintem inkább az a kicsi, nekem az a gyanús, amelyik a kerítésen kívül van, hogy az lehetett az. És egyébként van itt egy váltó is, de hát megálló rakodóhely volt ez, nem is megállóhely. De ezt megnézzük mindjárt. Nézzétek, hogy szerintem valahol itt lehetett a peron, ezen a környéken. És ez az egész gazdaság, vagy itt ez az épület. Hát most már gondolom, hogy egy helyre tartozik, de ez volt a megállóhely. Tehát itt még lehet, hogy az az épület volt, lehet, hogy az a váróterem, ezt nem lehet már eldönteni. Közelem meg nem megyek, mert van ott egy kutya, amelyik nagyon ugat. Bár úgy látom, ki van kötve, de meg barátságos is, de azért mégse. Jobb a békesség. Akkor megnézzük, itt van egy... Látszik, itt egy buszmegálló is van egyébként, azt mindjárt megnézem. Hogy pontosan milyen menetrend van most itt jelenleg. Hát látjátok, van vonatpótló buszmegálló. És hát, ugye... Ilyen menetrendek vannak itt. Gyakorlatilag egy busz van, amelyik minden körülmények, illetve kettő a minden körülmények között megy. Naponta jár még egy pár, és a legtöbb az már csak munkanapon. Munkaszüneti napon csak a 10-22-es van még pluszba. Tehát végül is ennyi ellátja itt az egész forgalmat. Gondolom, hogy itt ilyen nagy nem lehet, mert település nincs a közelben. Itt vagyunk az 53-as szelvényben, és akkor látjátok. Volt egy rakodóvágány, világítás is van hozzá. Hát, kétlem, hogy ez működne. Úgy láttam, hogy ebben még a körte megvan, csak a burkolat tűnt el, és még ott is megvan. Egyébként meglátjátok, ez egy rakodóvágány volt. Hát ezt még régebben használták, mint magát a fővágányt. Az is látszik, hogy ha úgy belőtte a gaz, mint a... Ja, úgyhogy... Semmi, hát ott van még egy átjáró, megyünk befele. Meg egy pár villanyvezeték itt a környéken. Csak hogy gyerünk tovább Nádu. A következő megálló az Nádu udvar alsó lesz. Hát egy ilyen jó pár kilométerrel odébb, az már Nádu udvarnak a határában van. Itt van egy sínszer, 1965, Diós György és 48-as. Tehát a felépítmény az nagyjából ugyanez. Csak hogy mutassam is, hogy hát vegyesen betonaljas és talfás szakasz. Az elején még inkább talfás volt, innen már betonaljas. És hát itt már azért kezd a pályaállapot egy picit. Na, hát itt ugye már a gaz az itt kezdi benőni, eddig ilyen nem volt. Tehát lehet, hogy tényleg ott az a iparvágány szállított, mindig a legtovább a vonalnál. Mert Nádudvaron is van egy agrokémia telephely, hogy jól láttam a térképen, tehát hogy annak is van iparvágány ott, és még szerintem sokáig azt tartotta életbe a vonalat. Hát aztán majd meglátjuk, hogy ott mit fog találni. Ugye, de akkor haladok tovább. Ez még annyira nem vészes, ez még azért viszonylag jól járható, csak azért már látszik, hogy itt már nagyon permetező szerelvény se járt meg semmi, mert hogyha itt járt van a permetező szerelvény, akkor ennyire azért nem kezdené el benülni itt a növényzet. És eddig ilyen nem volt a vonalon, tehát innent lát, hogy Nádudvarig lesz még ennél durvább is. Hát majd kiderül. Hát látjátok, itt volt ez a mérsékelten dzsumbulyos szakasz, 57-es szelvény. Hát innen tovább már a szokásos helyzet van, tehát ez eddig tartott itt. Valamiért ez a kis rövidke szakaszt, ezt jobban szerette itt a gazd benőni. Hát itt már nem. Úgyhogy haladunk szépen tovább. És mégiscsak elkaptam egy forgalmat a vonalon. Itt egy M63-as. Na, és eltűnt. Ezt nézzétek. Villanyvezeték, de ezért az elég nagy kapacitású lehet. Ez minimum 400 kV-os. Bár lehet, hogy 750 kV-os bújtóm csak egy van az országban, amik Ukrajna fele megy, Ukrajnától Albertésáig. Lehet, hogy ez az egyébként. Ekkorát én ritkán szoktam látni. És nem tudom most, ez melyik lehet, de... És elég sok vezeték is van rajta.
Bár mondjuk nem zümmög nagyon, tehát szerintem nagy teljesítmény nem jön rajta. Egyébként tényleg most megnéztem, rájöttem eddig, hogy ez a 750 kV-os vezeték Alberti és Ráda megy, és Ukrajnából. Mert nagy és ott nagy teljesítmény nincs rajta a szalacímekbe, különben azért jobban sercegne. Mert ez elég nagy kapacitású vezeték, de hát most már töredékére van kihasználva, úgy tudom. Tehát ott van, látjátok. Zapad, Ukrajna. És Alberti, és ő is 750 kilovolt, és a Mavir üzemelteti. Lássátok, innen jöttünk. Hosszú egyenes szakasz, még mindig. Itt van valami telepmely, iparvágány az nincsen. Nem is volt, szerintem, és itt vagyunk a 77-es szelvényben. Egy egyszerű András keresztes út átjáró. És itt látszik, ahol van közúti forgalom, mennyivel fényesebb a sír ott. Ott a közúti járműek kerekei koptatják. Vasúti forgalom itt meg már mióta nem volt. És hát nagyjából 8 kilométernél jelezte a térkép Nád udvar alsó megálló. Szerintem egy picit arrébb lesz az. 8 és 9 kilométer között. A GPS szerint még ott lesz egy iparvágány kiágazás, és ott lesz le. Az még egy kicsit odébb lesz, mert lesz egy ív is a pályába előtte. Hát az meg így még nem látszik itt, még csak az látszik, hogy végig egyenesen megy. És akkor itt van egy elnyújtott ív, tehát szerintem itt lesz valahol a Nád udvar alsó megálló. Valószínűleg ebből az ívből kijövet. Itt kéne valahol lennie iparvágány kiágazásnak, ott a szemben lévő üzembe megy valószínűleg, és aztán ott kéne. Ott volt régen a megállóhely. Hát nem tudom, hogy mennyi nyomát fog találni. Nagy állomásnak meg aztán pláne semmit, mert azt megnéztem most a vasútállomások ponton, ott is írták, hogy elbontották. Este, tehát addig, valószínűleg eddig lesz bennek meg a sinek. Itt Nád udvar alsóig, ahol ugye még az utolsó kiszolgálások voltak, aztán ugye, hogy a személyi forgalom megszűnt, a továbbfutó sineket fel is szedték. Ugye, hogy nem, arra már nincsen szükség. De hát már mindjárt meglátjuk. Ott van egy tojásjelző megint, mint előttem, hogyha jól látom. Tehát akkor ott lesz majd valószínűleg az iparvágány kiágazás is. És hát akkor megérkeztünk. Itt volt a Nád udvar alsó megállóhely. Szerintem a peron ott a szélső vágánynál volt, vagy a kettő között, ott a középső meg a szélső között. Itt a Nád udvari agrokémiának az iparvágánya van. Hát látható a forgalom már. Itt sem volt, még régóta. De hát itt látjátok, itt ágazik el egy iparvágány, még az is kétfelé ágazik, tehát ez megy be oda a agrokémia telephelyére. Ugye ez volt a, egyenesen ez ment tovább Nád udvarig a felvételi épületig. Hát a másik az meg szerintem szintén valami ezért mellékvágány volt. Az ott aztán úgy látom útközővakba végződik. Hát megyünk tovább, aztán meglátjuk, hogy meddig vannak meg a sinek. Innen már szerintem sokáig nem lesznek. Nézzétek! Eddig jönnek a sinek, itt van az agrokémiának a telephelye, és még ott benn is mennek a sinek, az még itt valamennyire látszik itt a bozótban, hogy még tovább is futnak a sinek. Hát ez pedig már itt Nád udvarnak a határa. Tehát itt volt valahol Nád udvar alsó megállóhely is. Hát, egyébként lehet, hogy itt volt a peron, ahol most sétálok. Itt is speciál elfért. Meg. Ugye ott van valami gázfogadó mellettünk, az nyikodog ennyire. Hát mindegy, hagy nyikodogjon. Sétálunk tovább, és akkor valószínűleg ott lesz valahol vége a vágánynak, ott egy ütköző boknál. Ugye addig van megcsinálva. És hát látjátok, eljöttünk itt a váltókörzeten túl, és még itt is van még két vágánya, még így tovább ágazik, és valószínűleg akkor itt lesz a vége. Szembe is, hogy van egy üzem, meg itt mellettünk is, ahol bevezetnek a vágányok, hát ezt még megnézem. Hát elmélyek, ameddig tudok. És hát akkor látjátok, itt az egyik vágány az így nyílegyenesen bemegy ott a telephelyre, ott látszik a gyárkapu, tehát onnan felesleges követni, úgyhogy inkább akkor ezt fogom. Megnézzük, hogy merre megy. Valószínűleg ez is egy gyárkapunál fog végződni, és akkor ugye mondtad, hogy valószínűleg ott fog véget érni a vonalbejárás, mert mást itt nem fogunk megtalálni. Talán a régi felvétel épületet még megpróbálom, mert átalakítva az lehet, hogy még megvan. Láttam róla a képet, de
megkeressük, hát ha még megvan. És látjátok, 96-os szelvény. És ugye erről jöttünk, mutatom, és mindjárt mutatom, hogy hol van a vágánynak a vége. Hát ott benne a telephely mellett, ez a Kite üzem, legalábbis azt láttam kiírva, hogy Kite, és akkor annak az egyik telephelye. És ott egy ütközőbakonnál végződik a vágány. Hát majd amennyire lehet, még megmutatom, de akkor az a vonalbejárás ennyi lesz. Akkor ott van a telephely, és ott van a vágány vége. Mi megtudom a felvétel épület megkeresőbb állat, szerintem az is a Kite telephelyen belül van, nem biztos, hogy sikerülni fog. És a kerítésen keresztül majd talán meg tudom mutatni, hogy melyik lehetett az, bár már át van alakítva, tehát nem eredeti állapotában van, de talán megtaláljuk. Úgyis arra kell menni a buszhoz. Valószínűleg ez volt egyébként a régi vasútállomás. Ez a Kite ZRT-nek valami székhelye, de hát most itt bejöttem ide a vendégparkolóba. Visszaérkeztünk Kaba vasútállomásra. Hát ugye ott jöttünk egyébként a vasútvonal mellett, a Nádudvar Kaba helyzét járatta. Egyébként a 479-es disznó volt, ugye a Credo. És akkor irány a vasútállomás és a vonat. Hát nem tudom, hol kell itt most bemenni, mert eléggé szét van itt minden bombázva. Tehát szerintem ugye a felvétel épület ott van, de ebben a konténerben lesz a forgalmi iroda és a pénztár is. Tehát és mi minden vonat az első vágány nagyon, mert beszéltem, csak ott van most pedon, úgyhogy akkor megyünk mi is arra. És hát akkor ez a vonalbejárós túra ez ennyi lett volna. 10 perc múlva kb. Jön egy vonat, azzal visszamegyek Pestre. És akkor majd találkozunk a legközelebbi videóban. Ami még mindig nem tudom, mikor lesz. Úgyhogy addig is. Sziasztok!